Kevesebb, mint tavaly, idén 500 ezer tonna almatermés várható. Az őszi alma árát egyelőre nem lehet pontosan meghatározni. Az viszont biztos, hogy a termésmennyiségből 150 ezer tonna étkezési alma jut az asztalokra, a többiből léalma lesz. Az ország mintegy 25 ezer hektáros almatermő területén már szedik az almát. A gálafajtájú gyümölcs 10% feletti arányban terem a kertekben. Megkezdték a feldolgozást a sűrítményt gyártó üzemek is. Tavaly nettó 12 forinttal indult a feldolgozói szezon, mivel akkor az elmúlt 20 év legnagyobb almatermése volt, több mint 900 ezer tonna. Az idén az előzetes becslések szerint 500-600 ezer tonnához közeli termést várnak a szakemberek. A tavaszi és a nyári aszály miatt a 25 ezer hektárnyi almás terület egyharmadában a megfelelően öntözött ültetvényekben várható csak jó vagy elfogadható termés. Szabolcsnál Bereg megyében már megkezdődött az alma ipari célú felvásárlása is. A tavalyitól magasabb felvásárlási árak jellemzik a piacot. Ezek részben kompenzálhatják a terméskiesésből származó veszteséget, az aszálykárok miatti árbevétel kiesést pedig a kárenyhítési alapból fogják pótolni a termelőknek. Köszöntöm a stúdióban Híros András agrármérnököt, aki abban lesz a segítségünkre, hogy abszolút a gazdálkodók szemével tudjuk megvilágítani ezt az egész almatermesztés kérdéskört. Mióta foglalkozik almatermesztéssel? Mióta végeztem, mégis közön van az almához, de komolyabban, mint egy 30 éve termesztünk almát. Korábban nagyobb területen, mint egy 100 hektáron, jelenleg saját ültetvényen, mint egy 10-15 hektáron gazdálkodom. De ön nem csak termeszt, hanem felvásárol is? Felvásárolunk is. Van egy felvásárló üzemünk, a Nagykálói léüzem, amelynek több tulajdonosa van, többek között én is az egyik tulajdonosa vagyok. Ilyen módon hány termelővel van kapcsolatban? Körülbelül 800 ezer fővel van kapcsolatunk, akiknek minden évben felvásároljuk a ipari almáját. Hogyan látja, hogy elhangzott az iménti bejátszásban, hogy jóval kevesebb termés van az idén? Hogyan oszlik ez meg, vagy mindenkit egyenlően sújt ez a veszteség? Többféle termésbecsléssel találkoztunk. Van egy Európára vonatkozó termésbecslés, ami valójában mintegy 600 ezer tonnára becsüli a magyarországi ez évi termést. Véleményünk szerint ez alacsonyabb, a 300 ezer tonna körüli mennyiséget fogja elérni, ezt majd a szezon végén fogjuk pontosítani. Ez nem minden termelőt egyformán érint, van olyan termelővel kapcsolatunk, akinek semmi terméskiesése nincs a beregi részen, de van olyan, akinek a tavainak csak a 10-20%-a termett meg. Nagyon megoszlik tehát a veszteség az egyes termelőknél. Mitől függ, hogy ki az, aki nagyobb veszteséget könyvel el, mint mások? Több tényező befolyásolja, hogy itt hatott a fagy, a jégkár. Itt a fagy elsősorban, tehát akik vízhez közeli termelőket kevésbé érintette, itt a beregi részen is, akinek a folyó, Tisza folyó közelében volt, azokat nem érintette olyan nagy mértékben ez a fagykár. Többieket, tehát a jellemző inkább az, hogy a többséget sújtotta, ez a termés, várható termés mennyiségből is, össztermés mennyiségből is látszik. Mi a helyzet a minőséggel? Az jobb vagy rosszabb, mint a tavalyi? Az aszály nem segített a minőségen, tehát nem nőtt meg eddig az alma. A fák nagyon szenvedtek, hiszen csapadékhiány volt. Viszonylag magasak az árak, így mindenki igyekszik minél több étkezési almát betárolni, illetve eladni. Ugye az, hogy kevesebb almát termett, ez nagy valószínűséggel a felvásárlási ár növekedését fogja eredményezni. Ez az egyik lehetősége annak, hogy egy kicsit a károkat mérsékeljék, vagy kompenzálják, a másik pedig a támogatási rendszer. Mire számítanak? Hát a felvásárlási árak már most úgy néz, hogy konszolidálódtak, 25 forint nettó felvásárlási árral indult az ipari alma, jelenleg 30 forint körüli áron nettó felvásárlási ár van. Az étkezési almánál is 80 és 120 forint közötti árakról lehet hallani. Mennyi exportban tudnak gondolkodni a termelők?
ipari vagy étkezési almával? Is. A étkezési almát nem hiszem, hogy exportra lesz lehetőség, inkább importra fogunk szorulni. Az ipari almánál van némi kiszállítás, hallottam lengyelekről, osztrákokról, akik vásárolnak föl ipari almát. Ami ebből készül, sűrítmény, annak pedig még nem alakult ki az ára, ott várjuk, hogy mit fog a piac, mit fog eredményezni, mit fog hozni. Tavaly viszont rekordmennyiségű termésről beszélhettünk. Ez vajon mennyire befolyásolja az idei készletezést, illetve az idei értékesítést? Kicsit sötét ló, mert a tavalyi nagy mennyiségű almasűrítmény eltűnt a piacról, és nem tudjuk, hogy ezt a feldolgozók esetleg betárolták, és mivel viszonylag olcsó áron tudtak vásárolni, és ezért ebben az évben kivárnak a következő vásárlásra, ezért kicsit félünk is, hogy nehogy egy-két hónap múlva árcsökkenést kelljen elszenvedjünk. Ahogy egy kicsit rajzolódik a kép, azért az látszik, hogy ez egy rettentően bizonytalan szegmense az ágazatnak. Egyrészt az időjárásnak vannak kitéve, másrészt pedig a nemzetközi piac alakulásának is. Mégis mi az, ami stabilizálhatja ezt az egész ágazatot? Nekünk integrálódni kell a nemzetközi piachoz, hiszen Magyarország az európai almatermésnek nem a kb. 5%-át ha adja, míg például a lengyelek 20%-ot képviselnek. Tehát nekünk követni kell a világpiaci trendeket, nem tudunk mást csinálni. Említettük, hogy a támogatási rendszer az a másik kompenzálási lehetőség, amiben a termelők, a gazdálkodók bízhatnak. Ez hogyan alakul az utóbbi években? Mennyire valódi segítség a gazdáknak? Az elmúlt években ugye volt az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás, azaz az AKG-t kaphatták a termelők, földalapú támogatást is kaphattak, illetve termelési szerkezethez kötött támogatás is szerepelt. Ez az elmúlt évben megszűnt, és maradt a földalapú támogatás, illetve a termeléshez kötött támogatás. Tehát a induláskor mintegy 200 000 forintra számíthattak a termelők, úgy volt prognosztizálva, hogy ennyit fogunk kapni termeléshez kötött támogatást. Ez azonban a terület igények beadása után ez lecsökkent 88 000 forintra. Ez mindenképpen negatívan hat, és egy ilyen alacsonyabb termés átlaggal számolva ez almakilónként 3-4 forint mínuszt jelent a termelőnek. Ön több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, ha önön múlna ennek az ágazatnak a jövője, akkor milyen lépéseket tartana helyesnek? Fú, az nehéz kérdés. Erre nem hiszem, hogy egy mondatba, vagy így hirtelen tudnék válaszolni. Tehát mindenképpen a szereplőkkel konzultálni kellene, és amit a világ, például lengyel gazdák, amiben részesülne a magyar termelő is ugyanazokban a javakban, és akkor egyformán tudunk versenyezni. Talán ez lenne a óhajom, vagy elvárásom. Gazdálkodó szintjén mi az, amit a leginkább helyesnek tart ebben a rettentő sok bizonytalansággal teli ágazatban? Mi az, amivel saját magát a leginkább stabilizálni tudja egy termelő, vagy egy... Tehát ami fix, ugye, tehát az lenne a jó, hogyha fix dolgokat ismernénk. Például tudjuk azt, hogy területet alapú támogatás van, nagyságrendben ennyi a pénz. Ha termeléshez kötött támogatást kapunk, akkor az is legyen fix, és tudjuk előre, évelején, hogy mi az, amire biztonsággal számíthatunk. Tehát a biztonságot kell mindenképpen növelni. És az időjárás még mindig ott maradt. Az időjárás, aki mezőgazdasággal foglalkozik, annak alkalmazkodni kell hozzá, illetve amit tud, az jéghálóval, öntözéssel meg kell próbálni, kell mérsékelni ennek a hatását. Híros úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba és rendelkezésünkre állt.